Az Ondrej Gajdács alpolgármesterrel készített interjúnk arról szól, hogy óvodáink és alapiskoláink ki tudják-e fizetni a megemelkedett energiaszámlákat. Čo sa týka základných škôl, tak tam samotné školy sú financované zo štátneho rozpočtu cez ministerstvo školstva. To je tzv. Normatívne financovanie na žiaka. A tu je pozitívom, že v tohoročnom rozpočte az alapiskolákat az Oktatásügyi Minisztérium az állami költségvetésből finanszírozza, ez az úgynevezett fejpénz, amely minden egyes tanuló után jár, és ebben az a jó, hogy az Oktatási Minisztérium ezt idén úgy határozta meg, hogy figyelembe vette a tanárok és az alkalmazottak fizetésemelését. Ezen kívül 23%-kal emelkedik a működési költség, amely főként az energiaköltségeket fedezi. Normatíva. További pozitívum, hogy az Oktatásügyi Minisztérium kiegyenlíti az iskolák tavalyi hátralékait, elmaradásait. Azaz vagy már kompenzálta, vagy kompenzálni fogja. Ígéretet tettek arra is, hogy amennyiben a januári, februári és más hónapok energiaköltségei nagymértékben megemelkednek, a pénzügyminisztérium megoldást fog keresni. Tak isto, pokiaľ je tu prístup, že pokiaľ budú nejak enormne zvýšené náklady na energie, aj za mesiac január, február, ďalšie mesiace, toto ministerstvo financí bude riešiť. A napközik, azaz az iskolai klubok és az iskolai étkezdék is finanszírozási problémákkal küzdenek. Tam je situácia troška iná, pretože tieto sú financované z časti z rozpočtu mesta, z časti z príspevku rodičov. Tu po dohode s riaditeľmi na základe ich žiadosti. Ebben az esetben kicsit más a helyzet, mert a pénz egy része a városi költségvetésből, egy része pedig a szülők hozzájárulásából származik. Az igazgatókkal való egyeztetés után és a kérésük alapján az iskolai étkeztetést a második pénzügyi sávba soroltuk, tehát ez az élelmiszerek ára. A szülők hozzájárulását a működési költségekre 20 centről 30 centre emeltük ebédenként. Ami a napköziket illeti, az iskolai igazgatók kérésére az egy gyermekre jutó havi díjat 10 euróról 15 euróra emeltük. Az óvodákat teljes mértékben az önkormányzat finanszírozza. Itt is arra kényszerültünk, hogy a szülői hozzájárulás gyermekenként 10 euróról 15 euróra emeljük havonta. Más szlovákiai városokkal összehasonlítva ezek az illetékek a skála legvégén vannak. Financované mestom, tehát sú v plnej kompetencii mesta. Tu tak isto sme boli nútení navýšiť príspevok rodičov z 10 eur na 15 eur na dieťa a na mesiac, čo ešte stále všetky tieto poplatky sú na tej absolútne najnižšej hranici v porovnaní s inými podobnými mestami a obcami.